Gonda Hugóné. Gonda Vilmosné. Acsek Lajos. Az áldozatok neveit olvassák a megemlékezők a Maros utcai rendelőintézetben. 75 éve az épület udvarán a nyilasok több mint 80 embert gyilkoltak meg, köztük betegeket, ápolókat és orvosokat. Azonban nem csak itt zajlottak kivégzések ebben az időben a minorita rendből kilépett szerzetes Kun András vezetésével. Idézte fel a megemlékezésen Friss György történész. Itt három intézmény volt, ahol gyilkosság történt, gyilkosság sorozat, gyilkosság tömeg történt. Egyik itt a Maros utcai rendelőintézet, a neológ zsidóságnak egyik legszebb egészségügyi létesítménye. A Városmajor utca 64-66, a Bíró Dániel kórház. A fiatalok ne gondolkodjanak, hogy hol van, mert nem tudják, fogalmuk nincs, hiszen ott három szolid polgárház áll ma. És a harmadik ilyen létesítmény, amelyik még megvan jellegébe is hasonló, ez pedig az Alma utca 2-es szeretett kórház. A megemlékezésen Pokorni Zoltán is beszédet mondott. A 12. kerület polgármestere nagyapjáról is beszélt, aki a nyilasokhoz csapódva az események részese volt. Mint mondta, Pokorni József 1945. januárjában gerinclövést kapott, és két nap szenvedés után meghalt. Ezért nem szerepelt, a később felelősségre vontak névsorában, és ezért került fel a neve az áldozatok közé a túrul szoborra, ahol, mint fogalmazott, valóban nincs helye. Pokorni Zoltán szerint a német megszállás nem mentség, maximum magyarázkodás. Magyarok voltak az áldozatok, és a gyilkosok túlnyomó része szintén magyar volt, tette hozzá. De újra és újra ezt a gondolati szétszakítást végezzük el, amit a 20-as években, a 30-as években és a 40-es években szakítottak szét magyarokat és zsidókat. A keresztény egyházak képviselőinek részvételével zajló megemlékezésen Kardos Péter főrabbi a Tóra tanítására hívta fel a figyelmet, Lambert Zoltán, a Városmajori templom plébánosa pedig az áldozatokért mondott imát. 20 milliárd forint. A pénzügyi tárca szerint összességében ennyit hagy az állam a legalább 4 gyermeket nevelő édesanyáknál. Ők januártól SZIA mentességet kaptak. A családi kedvezmény egy gyermek után 10 ezer forint, a két gyermekes családoknak 40 ezer forint, a harmadik gyermektől gyermekenként 33 ezer forint adó megtakarítást jelent. A gyereket nevelő családok mellett az első házasoknak és bizonyos betegségben szenvedőknek is adókedvezmény jár. Ehhez azonban adóelőleg nyilatkozatot kell kitölteni. A pénzügyminisztérium arra hívja fel a figyelmet, hogy ezt érdemes minél előbb megtenni, hogy a munkavállalók minél gyorsabban megkapják a nekik járó kedvezményeket, így akár több tízezer forintot is megspórolhatnak. Közben már a NAV e-SZIA rendszere is elindult, vagyis bárki számára elérhetők az adóbevallással kapcsolatos legfrissebb információk és nyomtatványok. A NAV igenis minden adózónak, a magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek is készít adóbevallási tervezetet. Ezzel kapcsolatban található meg minden aktuális információ. Az adóbevallással kapcsolatban több határidőre is érdemes odafigyelni. Ilyen például a január 31-e. Január 31-ig a munkáltató a kifizető és a társadalombiztosítási kifizetőhely összesítő igazolást ad a magánszemélyeknek. Ez az egyik határidő, a másik a március 15-e, hiszen március 15-től bárki megnézheti a saját adóbevallási tervezetét az ügyfélkapunk keresztül. Aki pedig nem használ ügyfélkaput, ő pedig március 16-ig többféle módon is adóazonosító jele és a születési dátuma megadásával kérheti ennek a tervezetnek a postázását. A személyi jövedelemadó bevallás határideje május 20-a. Eddig lehet rendelkezni az 1+1 százalékos felajánlásokról is.